Az ősi kultúrákban nem azért tisztelték az öregeket, mert kiérdemeltek egy élet munkája után, hanem azért, mert érzékenyebbek voltak, élettapasztalatokkal bírtak, minden, amivel rendelkeztek, érték volt az egész közösség számára. 1991 óta az ENSZ október 1-jét a Szépkorúak napjává nyilvánította. Ezen a napon a figyelem azok felé fordul, akik átéltek világégést, újjáépítést, padláslesöprést vagy a legvidámabb barakot. Hittek a rendszerváltás lehetőségeiben, miközben dolgoztak, gyereket neveltek, családot tartottak egyben, s ma már megérdemelik a pihenést egy élet fáradtságáért. Tolnán, bár mindenki nem lehetett részese az önkormányzat fogadásának, de az itt működő időszervezetek képviselői közösen ünnepeltek. Mai rendezvényünkre körülbelül 300 szépkorú nyugdíjas igazolta vissza, hogy részt kíván venni ezen az ünnepségen, de különböző tanulmányokból, kimutatásokból tudjuk, hogy számuk ennél sokkal több egyébként városunkban. Az én tavaszi információim szerint a 65 évek felettiek száma 3200-at is meghaladja Tolna településen. Az a legkevesebb, hogy egy település vagy egy család a hála, a köszönet jelét fejezi ki az időskorúak, a szépkorúak számára, hiszen hát mindnyájan nekik köszönhetjük az itt létünket, a létünket, nekik köszönhetjük, hogy ez az ország, ez a település fölépült, nekik köszönhetjük, hogy családainkat felnevelték. Az a legkevesebb, hogy évről évre egy ilyen ünnep kapcsán köszöntjük őket. A város működteti a Családsegítő Központot, mely nap mint nap szolgáltatásain keresztül gondoskodik az idősek ellátásáról. Van két idősek napközéje a településen, az egyik a Mözsi település része, másik az Árpád utcába Tolnán. Az Árpád utcai az idei évbe került bővítésre, felújításra egy közel 100 milliós projekt keretében. De ugyanakkor szociális étkeztetést is biztosítunk, ha kell, akár házhoz szállítással is az időskorúak részére, illetve hát a Családsegítő Központ az egyéb gondozási feladatokat is ellátja. És köztudott, hogy Szekszárddal társulásban idősek otthona is működik településünkön, amelyik hát egy 43-44 fős létszámmal működik folyamatosan. De térjünk vissza az ünnephez, melyen Horváth Kálmán kormány megbízott köszöntötte az egybegyűlteket. Csak az öregszik meg, aki lemond eszméiről. És még egy idézet, olyan fiatal vagy, mint a reményeid, olyan öreg, mint a kétségeid. Én azt gondolom, hogy ezek az idézetek jól példázzák azt, hogy mi miért vagyunk itt, és nem véletlen az, hogy 1991-ben az ENSZ október 1-jét az időseknek világnapjára nyilvánította. Nyilvánvalóan az ENSZ nem szokott csak úgy világnapokat kitalálni, tehát nyilván nagyon fontos az, amiről szól az idősek, és itt alpolgármester úr már kitért arra, hogy valójában miért is fontos az, hogy a idősekről megemlékezzünk. Először is fontos az, hogy ne csak megemlékezzünk, hanem bevonjuk őket ebbe a megemlékezésbe. Én azt gondolom, hogy Tolna város ezt nagyon jól oldotta meg, hiszen önöket ide hívta, és nyilván együtt szeretne önökkel ünnepelni. Az idős emberek általában a 65 vagy a fölötti életkorban lévő honfitársaink, akik ledolgozták az életüket, gyakorlatilag egy élet munkája áll mögöttük, családot alapítottak, építették az országot, nagyon sokszor újjáépítették, arról a korosztályról is beszélhetünk. Mindenképpen fontos az, hogy az idősebb polgártársainkról megemlékezzünk, illetve gratuláljunk nekik, hogy ilyen szép kort megértek. Az ünnepség keretében a város köszöntötte a teremben jelenlévő két legidősebb meghívottat, a 92 esztendős Fekete Ferencnét és a 86 esztendős Varga Ferencet. Isten éltesse sokáig. Köszi szépen. Remélem jövőre találkozunk, hogyha addig is. Hát remélem, hogy élünk. Én nem készülök sehova. Remélem maga se. Isten éltesse. Nagyon szépen köszönöm. Hány unokával van? Négy unokám van. És négy dédunokám. Gratulálunk hozzá. Köszönöm. Igazán követendő, bár nem csak a Kati néni múlott, de... Köszönöm szépen. És persze ünnepi program nem lehet meg zene és tánc nélkül. A korosztály kedvenc műfaját, az operettet hallgathatta. Bár kivirágos kivirattig nem tartott az összejövetel, biztosan lesznek emlékek, melyek megmaradnak mindannyiuk számára.